Jó estét kívánok! Marosvásárhely és Maros megye egy hétig Európa zenei fővárosává vált. Tunilik első alkalommal szerveztek itt nálunk nemzetközi karmester versenyt, amelyet Erik Bergerről neveztek el. Nagy tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Erik Berger özvegyét, Berger Ibolyát. Jó estét! És a karmester verseny egyik résztvevőjét, Zsíros Leventét Budapestről. Szia, Levente! Szia! Nagy megtiszteltetés és ugyanakkor büszkeség számunkra, marosvásárhelyiek számára, hogy íme van még egy esemény, amely tovább viszi a város hírnevét, amely színvonalas, amely különleges, és amely visszahoz a köztudatba egy olyan nevet, mint az Erik Bergerét, aki utolsó koncertjét itt Marosvásárhelyi Vártemplomban vezényelte 1997. októberében. Ez nagyon rég volt, viszont akik talán akkor részt vettek ezen a koncerten, emlékeznek rá. És akkor Ibolyától kérdezném meg, hogy egyáltalán milyen érzés volt tudomást szerezni erről a karmester versenyről, és arról, hogy Erik Bergerről fogják elnevezni. Hát ez egy kimondhatatlan öröm a számomra. Különösképpen azért is, mert ő mindig erdélyi maradt. Az egész világon ünnepelt karmester volt, 160 szimfonikus zenekart vezényelt, a legnagyobbakat, de ő mindig erdélyi szász maradt igazából. És ahogy a lehetőség adódott rá, próbálom finoman foglalni, az első utunk az volt, mert akkor mi már házasok voltunk, hogy jöttünk vissza Kolozsvárra, mert a Kolozsvár volt ő neki annak idején ugye a nagy zenekara, meg az életének a fontos eseményeinek, a pozitívnak, a negatívnak, a börtön, erről sokat lehet mesélni, a helyszíne, úgyhogy az első utunk az Kolozsvár felé vezetett. És akkor még egy pár év múlva, ahogy itt a zenekarral elkezdett újra dolgozni, akkor a Csolán mesternek csináltatott még egy szobrot is, mert ő rendkívül hálás volt, és a világon mindenütt hangsúlyozta, hogy ezt a zenei nevelést, amit először is a családjában, családja, az édesapja az zenetanár volt, és szakfelügyelő volt, és már 3 éves korától tanult hangszerekkel játszani, de a magas szintű karmester képzést, és ugye orgona művész is lett, azt itt kapta a Kolozsváron, és azt ő egy végtelenül hálás, tisztességesnek maradt ember volt, annak ellenére is, hogy ő ténylegesen a világon mindenütt ünnepelt sztár volt. Nem tudom másként kifejezni, bocsánat, ha erről is szó, nem tudom, egy ünnepelt művész volt, bocsánat. Hogyan reagálta volna le ő ezt a hírt? Igen. Boldog lett volna nagyon. De sok mindenbe beleszólt volna biztos, amit én is fogok, remélem, nagyon remélem, hogy jövőre újra csináljuk, nagyon remélem, és végtelenül boldog vagyok, hogy ezt a György Levente megszervezte, mert iszonyatos nagy munkája van benne, kimondhatatlan nagy munka, és hát az a szervezőbizottság nyilván, aki ezt összeállította, és nem tudom eléggé hálásan megköszönni nekik, hogy itt Csiki Boldizsár idős segítségével természetesen, hogy én itt most itt ülhetek, és most már egy-két napja hallgatom ezeket a versenyeket is. Kimondhatatlanul örülök. És programszervezéssel foglalkozott nyilván, és akkor más szemmel lehet rálátni egy-egy ilyen eseményre, egy-egy ilyen versenyre akár, és akkor nyilván a második kiadásba gondolom akár aktív résztvevőként, és igen, nyilván, hogy nem lehet távol maradni, most gondolom. Most én tudom már, hogy ha nekünk lesz egy második, akkor én odaülök a Leventével, vagy éppen akivel, és akkor kritériumok is lesznek. Azt már most mondom. Tehát anélkül, hogy ne tegyünk feltételeket, és jelentkezhessen bárki, és azért ez egy jó üzlet is igazán azoknak, akik ezt szerencsére szervezik, de azért lesznek majd. Én bízom, nagyon bízom benne, hogy ennek folytatása lesz, de
mondjuk netántán korhatárral, meg beszéltem egy keletről jövő nagyon ügyes karmester fiúval, éppen mentem ki én is, és összetalálkoztam vele, és mondom neki, hogy hát a férjem egy nagyon nagy Bach kutató volt, és szeretném, hogyha a Kunstler fogéből is ő is valamit dirigálna. Ő nem hallotta, mondom, és Bach? Nem tudja, hogy ki a Bach. Tehát szóval, hogy mondjam, Japánban nem tudja, nem ez a zenei nevelés volt, ami nálunk volt, és akkor csak egy mondatra térnék ki arra, hogy én az Operaháznál dolgoztam 22 évig, ott ismerkedtünk meg, és marketing menedzser voltam, illetve akkor szervezés osztályvezetőnek hívták, de nekem a főigazgató volt az egyik főnököm, tehát teljes egészében beleszólhattam abba, amit mi már lejátszottunk mondjuk, aztán más szereposztás, mert a másik oldal meg a gazdasági oldal. Tehát ha már nem volt rentábilis egy dolog, hát akkor ugye mi is dotációból értünk, de ebben nem akarok belemenni. Szóval ezt csináltam, imádtam, ez volt a szakmám, itt ismerkedtem meg az Erik Bergellel is, mert ő jött hozzám, hogy a zenekarának akart valamit elintézni. Milyen volt ez a pillanat? Nagyon kíváncsiak vagyunk erre az ismerkedési pillanatra, hiszen valószínűleg különleges volt. Igen, szóval az Operaháznak volt egy olyan zenekar, amit még az Erkel Ferenc alapított meg, az operaházi muzsikusok részére, olyan szempontból, hogy egy évben 6-8-10, attól függ ki volt a főnök, a koncertet is muzsikáljanak. Tehát hozzuk ki őket a árokból, menjenek a Rivalda fénybe, és akkor játszanak Beethovent, Mozartot, akármit, koncerteket. Na, és akkor az férjem, ugye professzor is volt a Zeneakadémián Berlinben, és azáltal volt ismerettsége egy pár diáknak a szülőjével, éppen aki az opera zenekarban dolgozott, és fölkérték őt, hogy ő vállalja ezt. Hát csak ő nem tudta azt, hogy ez nem egy önálló zenekar, hanem ez az Operaháznak a zenekara. És akkor játszottak egy évig úgy, hogy hát alig-alig volt közönség, mert ez nem én hozzám tartozott, hanem a hangverseny irodához. És azoknak meg teljesen mindegy volt, hogy éppen most az operában ki van ott. Hát általában hogy végizik az emberek a munkájukat, mert ez a feladatuk, de olyan mélyre nem ásták sosem magukat benne, mondjuk, mint ahogy én is, aztán, mert el is értünk hatalmas eredményeket. Na, szóval megjelent az ügyvezető igazgatóval az én szobámba, így állt a sréjen a székem, vagy az asztalom. Bemutatkozunk egymásnak, hát először a másikat, akit ismerem, és akkor mondom neki, hogy hát maestro, de boldog vagyok, hogy személyesen is láthatom, annyi csodálatos koncertet köszönhetek önnek. Állt, fogta a kezem, és nem mozdult el. Hát én ki tudom magam verni minden szituációt, akkor ott már nem tudtam mondani. Maestro, vizet, kávét, cappuccinót, mivel kínálhatjuk? És csak állt, aztán egyszer csak azokkal a ruganyos oroszlán lépéseivel elment, és leült persze a fotelbe, ahol már réges-régen ült a Wittmann Árpi, és akkor a Kepes Andris, az egy nagyon ismert tévés riporter volt, és akkor csinált vele egyszer egy interjút, és akkor azt kérdezte tőle, maestro, hogy létezik az, hogy ön a budai Dunaparton él Magyarország, Budapesten, mikor a világ bármelyik nagyvárosába élhetne, mert egy nagyon ünnepelt, világszerte ünnepelt karmester válasz. Mert itt találtam meg a drága feleségem, akit az egész világon kerestem. Hát ennél szebbet olyan híres lettem a kisfalomba. A padon csak arról beszélget, hogy Ibolykát úgy megdicsérték. Amúgy ez a hírnév az, hogy igen, világhírű volt, és hatalmas tehetsége volt, és hatalmas színpadokon vezényelt. Ez hogyan vezethető le a hétköznapi életre, tehát a hétköznapokra, akár a házasságukra? Mert nem egyszerű dolog ilyen emberrel élni. A művészek amúgy is nehéz esetek, de hogy ez a zsenialitásnak ára van sokszor. Persze. Imádtam a zenét,
Én magam is énekesnő akartam lenni, csak az első férjem nem engedte meg, szóval engem fölvettek, egy sipros növendék voltam én is egy évig. Na, mindegy, nem magamról akarok beszélni. Tehát én, amit csináltam, azt én szerelemből csináltam. Én nekem soha nem volt olyan, hogy szörnyű munkanap lesz megint, mert annyi dolgom van, hanem mindig tele voltam a tervekkel. Tehát ugyanazon a hullámhosszon mentünk valahogyan, és borzasztóan tiszteltem benne a szerelem megint egy másik. Borzasztóan tiszteltem benne, amit csinált, mert ez az élet, hát a szakár egy klószterbe is lehet csinálni, mert munka, muzsika, és pláne ő, meg a Kunstler fúgével, ugye? Mert ő a koncert után, ha hazamegy, vagy ha próba után kis pihenés, én főztem mindig, mert volt az a világ legjobb szakácsa, csak neki van. Ugye hát hosszú-hosszú évtizedeken keresztül egyedül élt, mert a lányok nem szeretnek máma főzni már meg ilyen, de hát az anyukám nekem más tanítottna. És akkor azt szoktam mondani, majd kivágjátok, akarjátok, te kis boszorkány, te tudod, hogy a férfit a gyomrán keresztül lehet. Tehát ez kimondottan értékelve volt, ugye ez a tehetség. Na, de én boldog voltam. Hát az első pillanatra egy akkora lelki kapcsolódás volt, mert azért ebben a korban már itt nem olyasmikről van szó, mint tini korban vagy bármi. Egy akkora... A zene, én a végtelenségig tiszteltem őt, de hát persze azért nem így mutattam én azt, hanem, és ő pedig imádott engem, hát kész, susz. Szóval ez nekem nem volt áldozat, nem volt. Minden este 6 órakor körülbelül vacsoráztunk, akkor nézett valami hülye cowboy filmet, mert azt kikapcsolta teljesen. 8-kor leült a partitúráira, és nem hagyta abba éjjel 1 óra előtt soha. Minden koncertjét kívülről dirigált. Mindent. És amikor mentünk az úton, sokat Európában csak kocsival jártunk, ahogy kiértünk, de ezt elmondtam már valahogy az autóbára valahova, akkor már láttam, hogy bekapcsolt az agya. De hát ahhoz kellett 50 évesnek lenni, egy 40 éves nő ezt nem viseli el, nem is voltam 50 még, bocs. Na, de, és akkor azt láttam, hogy amit este dirigál, az onnan már az elejétől, aztán úgy néha, ha én mindig tudtam, hogy tételszünet van, és akkor kapott egy kis csokit, vagy egy kis... Viszont nekem úgy tűnik ebből a történetből, hogy azért rengeteg munka van emögött, a feleség részéről akár, mert hogy a fókusz a férnek a tehetségén, a karrierén, a munkáján van, és hogy de nagy odafigyelés kellett ahhoz, hát, hogy működjenek a dolgok. És aztán szerveztem neki a Kunstler fúgét, ami a minden volt, ugye, a mindenek előtt volt, és akkor ott Magyarországon egy jó pár színhelyen én ezeket meg is szerveztem neki. De erről majd nem tudom, hogy mikor akarsz kérdezni, de erről különböző. Hogy ha valakit nagyon szeretsz, világon semmi se nehézség igazából, mert boldogan teszed érte. Mert csak ő is értem mindent megtett, ami létezik. Egy gyöngéd férj volt, el se tudja képzelni senki, hogy olyan is tud talán, mert kemény, határozott. És én mindig tudtam, hogy ő most el van foglalva, de mondom újra, ehhez a zenét kell szeretni, ebbe a szakmába dolgozni, szerintem, és azon kívül pedig a zenének a tisztelete, vagy nem tudom másként mondani ezt. Szóval én pontosan láttam már az üléséből is, hogy mit akar. Persze az nem jelenti azt, hogy nem volt néha valami háború, mert olyan előfordulhatott azért valamiért. Mikor a volt feleség ugye hívogatta a telefonon, meg mi egymásról, azért voltak ott is események. De könnyen le tudjuk következtetni, hogy kihozta a békét vissza, és az egyensúlyt, gondolom, ebben is hatalmas szerep. De nem szoktam, nem szoktunk. Olyan nem volt, hogy mi egy este lefeküdtünk úgy, hogy sajnos nem sokat voltunk házban, 8 évet voltunk együtt. Nem volt olyan, hogy... És amikor ő mondjuk, de hát ez azért nagyon intim, szóval este, amikor ő elment aludni, akkor mindig, egy nagy-nagy lakásunk volt, természetesen teljesen külön aludtunk, mert az mindenki a maga nyugalmába. És soha olyan nem fordult elő, hogy nem köszönte meg a napot, és ha akármi is, akkor ha valami volt, akkor... Hát olyan fáradtos voltál. Azért így mellesleg. De ne hagyjuk Leventét sem unatkozni, hiszen igen, gondolom
ezekből is lehet meríteni az ilyenfajta történetekből, és egy másfajta képet kaphattál arról, akiről elnevezték ezt a rangos eseményt. Milyen számodra itt lenni Erdélyben, Marosvásárhelyen, és részt venni az első nemzetközi karmesterversenyen? Leginkább rendkívül megtisztelő. Ezzel tudnám összefoglalni a dolgot. Rendkívül megtisztelő. Én életemben először járok Marosvásárhelyen, és életemben először járok Erdélyben is. Tehát remélhetőleg nem utoljára. És remélhetőleg nem utoljára. És nekem az életem első karmester versenye is, tehát én most itt ebből a szempontból az elsőknek a napjait élem meg. Rengeteg új élmény, teljesen új zenekar, akiket még nem hallottam. Egyébként kiváló zenekar, nagyon nagy öröm velük dolgozni. Úgyhogy a műveknek a nagy része, amik ugye a repertoáron voltak, azok is teljesen új művek, tehát azoknak a megismerése is egy teljesen más típusú feladat. Van olyan szerző, akitől még nem dirigáltam semmilyen művet. Az is érdekes szokott lenni, hogy ha az ember szeretne valamilyen műnek a mélyéig eljutni, szerintem nem csak azt a művet kell megtanulnia, hanem sokat másat. Szerintem egy műalkotás nem értelmezhető önmagában, hanem csak úgy értelmezhető, hogy más művekkel milyen viszonylatban van. Tehát, hogy annak a szerzőnek például akkor tájt milyen műveket írt az életének azon szakaszában. Elképzelhetően a saját magánélete hatással van rá. És akkor itt visszakanyarodhatunk az előző témára, hogyha például egy felvételt is hallgatok valakitől, például Erik Bergelnek a felvételét meghallgatom a Brahms szimfóniákból, akkor, hogyha már személyesen is tud valamit kötni hozzá, talán könnyebben közelebb jut az interpretációhoz, hogy mi az, ami miatt ő úgy gondolja, és úgy vezényel, és úgy csinálja, amit csinál. És ez egy egészen más típusú élményt fog adni. Hogy egy zeneszerző esetében is, hogyha az ember tisztában van vele, hogy akkor az adott zeneszerző milyen életszakaszon ment keresztül, milyen emberekkel, milyen viszonyban volt, milyen művekkel, milyen viszonyban volt, mi az a mű, amit akkor tájt megismert, honnan nyerhette az inspirációt, egészen más lehet akkor kiolvasni ugyanabból a műből. Számomra ez lenyűgöző, mert bevallom őszintén, hiszen olyan dolgokat mondasz, meg olyan dolgokat tanulok most helyben meg a karmesteri hivatásról, amit szerintem sokan nem látnak bele annyira, lévén, hogyha én most a közönség vagyok, ugye, és beülök egy koncertre, és ott van az a karmester. Persze mindenki látja, hogy ő mennyire virtuóz, és mennyire kommunikál a zenekarral, stb., de hogy valahol, nem tudom, én legalábbis úgy voltam vele, hogy van a bizonyos módszertan, meg van a technika, és akkor az úgy szinte egységes. De itt arról szól tulajdonképpen, amit elmondod, hogy van érzelmi vetülete is a dolognak, kell legyen ismeret háttér is. Aztán persze, gondolom, van a kémia is a zenekarral, ami vagy jön egyből, vagy menet közben, vagy nem jön össze. Tehát, hogy annyira komplex és annyira összetett, hogy akkor azt kérdezném, hogy mégis kiből lesz karmester, illetve milyen adottságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy jól csinálja ezt a dolgot. Picit visszakanyarodik még a megállapításra, a technika sem egységes ebből a szempontból. Nagyon sokféle karmester. Hogy jobban bonyolódjon a dolog. Igen, hogy jobban bonyolódjon a technika. A karmesterség az egyik olyan szakma, az egyik olyan zenei tevékenység, amelynél a technika sem egységes ebből a szempontból. Nagyon sok különböző karmesteriskola van, és nagyon sok eltérés. Igazából, hogyha két embert, vagy sok embert, karmestert látunk vezényelni, nem nagyon lesz olyan, aki ugyanúgy csinálja az egészet. Tehát egy egészen hatalmas különbségek fedezhetőek fel. Az is szempont, hogy az illető milyen szempontok szerint, milyen szempontokat tart előbbre, mint másokat. Van egy prioritása minden karmesternek, hogy ő honnan közelíti meg a dolgot. Van, aki a technikai megvalósítás szempontjából, és például lehet, hogy belőle egy virtuóz karmester lesz abból a szempontból, hogy kiváló technikával összetartja a dolgokat. Van, aki próbálni kiválóan. Ezt a közönség hogyan tudja lemérni? Tehát én, ha beülök egy koncertre, mire figyeljek? Nyilván figyelem a karmestert, figyelem a zenekart, hallom a zenét, hogyha egy nagyon ismert műről van szó, szóval, amit én nagyon sokszor meghallgattam, és kedvencem akár, akkor én hogyan tegyem meg a különbséget előadás és előadás között, mire figyeljek, melyek azok az árulkodó apró jelek, mert hogy van egyéni stílus ebben a szakmában, gondolom. Van személyes dolog, amit hozzáad egy karmester, viszont nem tudom, hogy ezt hogyan lehet észlelni. Valószínűleg ezt is meg lehet tanulni, vagy meg lehet figyelni, vagy...
Igen, igen, hogy igen. Viszont szerintem kizárólag egy előadásból nem lehet messzenő következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy az a karmester milyen, illetőleg az a zenekar milyen. A teljes próba folyamat követéséből lehet ilyenkor csak olyan. Vagy a szakmabelieknek kimondottan. Igen, és tényleg, vagy szakmabelieknek, de még szakmabeliek is nehezen. Tehát, hogy mint ahogy egy emberrel, hogyha találkozom, minden nap egy picit más lesz, más hogy hangulatba kelt fel, más milyen hatása vannak az életére. Nem tudom, nem lehet csak egy nap alapján megismerni egy embert. Biztos. Hogy nem lehet csak egy előadás alapján megismerni se egy karmestert, se egy zenekart. Amikor megnézzünk egy koncertet, egy előadást végighallgatunk, akkor nem tudjuk, hogy a próba folyamat során mi az, ami probléma volt, mi az, ami nem probléma. Csak a végeredményt látjuk. És az alapján szerintem nem lehet csak az alapján ítélni. Izgalmas, hogy egy karmester például egy zenekarra való munkánál milyen szintről indítja el a zenekart. Mi az első próba? Az van, akinél jobb szokott lenni, van olyan zenekar, akik már jobban tudják a darabot, gyakorlottabbak benne, van, ahol még picit többet kell dolgozni vele. Elképzelhetően az eredmény hasonló lesz, viszont az is számít ténylegesen, hogy honnan indultak el. Hú, Ibolya, gondolom Erik Berger példakép határozottan nagyon sok fiatal karmester jelölt számára, vagy karmester számára. Mi kell ahhoz, hogy ilyen karriert befusson egy karmester? Egy másodpercre, hogy kapcsolódjak ő hozzám, én voltam a közönségfőnök a Magyar Állami Operaházban, úgyhogy... először is koncertekre. Általában nem ugyanaz a közönség, vagy csak a közönségnek egy része az, aki koncertre jár, és az operára, mert az opera ugye az elmeséli, ott egy mesét mondanak. Itt már én megreszkíroznám ezt, hogy vájtfülű, legalábbis nagyon nagy százalékba azok mennek el a koncertekre, akik már az operán fölül is vannak, tehát ők már, nekik már nem kell elmesélni, és ezek az emberek vagy tanultak is zenét, vagy otthon, tehát ebben nevelődtek föl, stb. Stb. Na most egy karmesternél egyetlen egy koncertből azért nem lehet még megállapítani, hogy ő most éppen milyen, hanem azért egy sorozatból, vagy kétszer-háromszor látja az ember már, akkor látja neki, hogy mik az erős oldalai, mit nem. A közönséget, én most nem akarok senkit megbántani, van egy réteg, aki érti. Olyan réteg is van, aki a partitúrát is nézi, az nagyon-nagyon kicsi. Tehát igen, aki érti, aki hallotta, stb. De van egy nagyobb réteg is, amelyik a mozdulataiból ítéli meg, hogy csinál egy showt ott, és akkor milyen remek volt, és akkor azok tudnak hangulatot csinálni, mert tapsolnak ők nagyon, és azt hiszi a karmester, hogy ő a legjobb. De nem a show karmesterek zenélnek nem biztos, hogy mélysége van, akkor így mondom. És akkor most az én drága férjemet idézem, aki mindig örökké erdélyi szász maradt, ilyen dolgok az biztos, mert olyan szigorúsággal nevelt az édesapjuk beléjük a zenét, meg mindent. És akkor mindig mondta nekem, Ibolykám, én legszívesen a harmadik emeletnek, vagy a kakasülőn élő embereknek muzsikálok, akik nincs arra pénzük, hogy lejöjjenek oda az első négy sorba, és divat bemutatót csináljanak, úgyhogy erre ez az én válaszom. De persze egyik oldalról. Másik oldalról igenis, hogy egy karmesternek ápoltnak kell lenni, adni kell magára, finom eleganciával, mert a közönség azt látja meg legelőször, ugye? Mert nézzük a közönség szerint, mit néz-e? Nézd meg, hogy néz ki? Úgyhogy megakad a szem rajta, nem csinál pózokat, én ma láttam először dirigálni, nem akarok róla beszélni szívemmel, biztos nem szabad, letisztult finom mozdulatokkal, stb. Stb. Na most, ez temperamentum kérdése is, mert láttam itt ázsiai karmester is, egyik nagyon-nagyon jó volt. Akiknek hatalmas gyakorlata van, és netán New Yorkba tanult, vagy itt tanult, vagy amúgy tanult, és nekik más még a temperatúrájuk is. Ezt én mondom, lehet, hogy a férjem most nagyon nem lenne ezekkel elégedett, de
egyenjogúság volt nagyjából nálunk. Úgyhogy mondhattam. Úgy érdekes ez, hogy akkor igen, megnyilvánul az egyéniség, megnyilvánul a stílus, megnyilvánul talán a zenei ízlés is. Hát persze, nyilván. Hát hogyne, természetesen, persze. Ilyenkor hogyan lehet, mert ezek nagyon szubjektív dolgok, és akkor hogyan lehet objektívan zsűrizni egy karmester versenyen, és akkor kíváncsi vagyok itt mondjuk a kritériumokra, hogy akkor miknek kell megfelelni, ami egységes mindenki számára. Ezt ő tudja, mert hogy miknek kell megfelelni. Én csak részvevő vagyok. Azt tudni kell, hogy egy karmester esetében az egy eléggé összetett szakma abból a szempontból, hogy sok minden készség szükséges hozzá, és nagyon kevés olyan ember van, aki mindegyik készséggel kiválóan rendelkezik. Ez igaz. Általában az van, hogy valamelyik prioritást élvez, és például, ahogy az előbb mondtam, van valakinek egy kiváló technikája, de az is lehet, hogy valaki nagyon utánolvasott bizonyos témában. Vagy nagyon vannak, jól néz ki? Igen, az is egy mellékes dolog. Figyelj, legtöbb, bocsánat, hogy manapság annyira nem mellékes valószínű. Az is nagyon fontos. Az is fontos. Nagyon fontos a közönségnek. Vagy például az, hogy valaki kiválóan próbál, kiváló hallása van. Ezek mind nagyon fontos. Vagy valaki kiváló diplomata abból a szempontból. Nagyon jól tud a zenekarral, mint emberekkel bánni. Fontos. Ezek nagyon fontos készségek. És az fontos, hogy az az érdekes, hogy igazából ki melyiket helyezi előtérbe ebből a szempontból, vagy ki melyik mennyire kimunkált ezen a téren. A karmester verseny egy picit másabb helyzet, mint a való élet. Sőt, nagyon másabb helyzet, mint abszolút, a való élet. Abszolút. Itt viszonylag rövid ideje van az embernek vezényelni és próbálnia, és az alatt kell magának egy jó oldalát mutatnia, és a jó tulajdonságait kidomborítania. Olyan, mint egy első bemutatkozás gyakorlatilag. Az ember, amikor először bemutatkozik, akkor megpróbálja magának a jó oldalát kidomborítani. Egy karmester verseny is ebből a szempontból egy más típusú stratégia, mint az élet valójában. Más típusú készségek azok, amelyek szerencsések lehetnek. Például egy technikai felkészültség az itt talán sokkal fontosabb, mint a való életben. Az sokkal objektívebben értékelhető, mint például nem lehet lemérni 10x perc alatt valakinek az, hogy mennyire utánolvasott egy bizonyos témában. Ezt nem lehet lemérni. Viszont az, hogy valaki kell vezényelni, együtt van, egységes a dolog, tiszta, amit csinál, követhető, amit csinál, jól szól, emiatt alapvetően a zenekar. Ezek rögtön olyan impulzusok, amelyeket rögtön lehet értékelni. És ezek vannak ilyenkor ebből a szempontból szerintem preferálva. A karmester, aki bejárja a világot, rengeteg zenekart vezényel. Nyilván ő maga kell megteremtse a munkafeltételeket idézőjelbe, és akkor kíváncsi vagyok arra az első találkozásra egy idegen zenekarral, hogy hogyan lehet azt a pillanatot megoldani úgy, hogy a közreműködés az sikeres legyen, hogy ne utáltassuk meg magunkat az első 10 percben, vagy egyáltalán megnyerőek legyünk a zenekar számára, hiszen nagyon fontos, tőlük függ sok minden ugye a zenészeken, a zenekaron. Melyek azok a kis trükkök, vagy egyáltalán hogyan kell kapcsolatba kerülni egy új zenekarral, hogyan kell bemutatkozni, számítanak ezek a dolgok? Hát szerintem a tisztelettudó viselkedés az valahol alap. És szerencsés is. Gondolom vannak ellenpéldák is. Van, ugye? Rengeteg ellenpélda van. Vegyes eredményekkel miatt szerintem. Rengeteg van ilyen szigorú karmester, van olyan, és aki nagyon bulisabb, vagy barátságosabb, vagy mit tudom én, vagy van egy arany középút, ami azért mindig működik. Szerint is kategóriánk vannak. Az kategóriánk, hogy egy kis karmester vagyok, vagy egy közepes karmester vagyok, vagy pedig egy világhírnév vagyok. És akkor startból jobban tisztelnek. Hát figyelj! Igen, világhírű vagyok, de olyan a személyiségem, hát, hogy nem. Hát van olyan, van. De az Erik nem olyan volt. Az Erik végtelenül kedves volt, ugye maga is 5 hangszeren játszott, tehát és azon kívül pedig elkezdtem arról beszélni, hogy ő mindent kívülről dirigált, csak azt gondolom, már nem emlékszem, hogy nem tettem hozzá, amikor megkérdeztem tőle, hogy miért dirigál mindent kívülről, mert azt mondta nekem, hogy ha én a partitúrát lapozgatom, akkor én nem látok minden muzsikust. És ő viszont minden muzsikussal tudott szemkontaktba lenni, és emlékszem, hogy a kolozsváriak, mikor heccelődtek, meg így vicceset meséltek róla, akkor mondták egymásnak, vigyázz meg el a szemével! Ez
Akár beszélhetünk kétféle stílusról is, hogy az a fajta karmester, aki bújja a partitúrát, és csak azt figyeli, és mit tudom én. Nem látja, mit csinál a zenekara. Nem látja, mit csinál. Na jó, a de hát ez egy őrült. Lehet? Én a gyakorlatkérdés ebből a szempontból. Van, aki kottából szeret vezényelni, és attól még kiváló karmester, van, aki így, csak fejből ez így szeret. Van. Nem is tagadom én. Igazából ebből a szempontból gyakorlat és szoktatás kérdése személyiségfüggő. Én például szeretek mindent fejből, mert ugyanez a helyzet, hogy sokkal inkább tudok kommunikálni közben a zenekarral, sokkal tudok jobban saját magamra, a hangzásra figyelni. Tehát nincs még egy zavaró tényező. Habár azt gondolnák, hogy ezt a tapasztalat hozza, hogy ez a magabiztosság megvan, hogy akkor most már nagyon sok partitúrát kívülről tudunk, és akkor megy a dolog, de ezek szerint akkor hát nem. Hát is a legelejétől kezdve. Emellett sokkal több munka van, hogy akkor. Igen, viszont... volt minden éjjel egyik fönt. Hát bocsánat. Igen, viszont a fejből tanulás az például egy az nagyon megtérülő dolog. Tehát egészen máshogy áll a darabhoz onnantól kezdve az ember, hogyha fejből tud valamit. Én azt vallom, hogy mindent meg kell fejből tanulni, még akkor is, hogyha a legvégén már az ember nézi a kottát, de egy Wagner operát is meg kell tanulni fejből. Az, hogy onnantól kezdve az ember kiteszi a partitúrát, az egy teljesen másik kérdés. Vannak biztonsági okok természetesen, mit tudom én, az egyik énekes elúszik, és akkor segíteni kell neki. Ezek előfordulhatnak, vagy bármi más történik. Amúgy ezek azok a spontán helyzetek, amiket menet közben kell megoldani? Van-e még ilyen egy karmester munkájában, hogy akkor történik valami? Valahol csak az van. Van a helyzet, ahol csak az van, gyakorlatilag. Melyek ezek mégis? Hogy kell elképzelni, hogy lassan kisétálnak a zenészek? Van egy híres idézet, ez egy érdekes módon, ez egy Napóleon idézet egyébként. Valami ilyesmi, hogyha egy hadvezér kész tervvel érkezik a harcmezőre, akkor nem jó hadvezér. Ha egy karmester kész tervvel érkezik egy próbára, hogy tudja, hogy mi fog történni, nem valószínű, hogy fog történni. Tehát nyilván van egy képzelés, hogy hogyan szeretnék haladni, valószínűleg mi az, ami működni fog, mi az, ami nem fog működni, de gyorsan kell tudni mindig váltani. Ez a szó. Van-e improvizáció ebben a munkában? Nincs. Improvizálunk valamit. Mert a partitúra köt. Nyilván, csak hogy nincs ezek az ilyen helyzetek. Nincsen. Ilyen tekintetben szerintem van. Hát, hogy valamit meg kell oldani hirtelen, és akkor... Hát, ilyen tekintetben szerintem a spontaneitás és a nyitottság az ebből a számomból egy kulcs elem lehet. Mi a legrosszabb dolog, ami történhet egy karmesterrel koncert közben? Ha voltak-e ilyen érdekes dolgok? Nem tudom, csak ehhez még hagyd tegyem hozzá, hogy ez is attól függ, hogy milyen szinten van ezzel. Hogyha pár éve dirigálsz, vagy ha 40 éve dirigálsz már, és minden az égvilágon a kezedbe, a fejedbe, a nem tudom mi, teljesen másként reagálsz ezekre a dolgokra. Azon kívül pedig, ha valakinek egy nagyon nagy neve van, akkor azok a tuttisták úgy gyakorolnak otthon, mint az őrült, meg a többi is, mert jön az oroszlán, azért ritkét így ír. Úgyhogy amit tudnak a lelküket, a minden, ez is karmester függő, az én véleményem szerint. Tehát ezt nem lehet papírra írni és kőbe vésni, mint a Mózes parancsolatait, azon kívül temperamentumtól is, mert az izraeli zenekar egészen más temperatúrával rendelkezett, mint mondjuk a finn zenekar, mert én láttam finneket, izraeleket, nagyon sokáig sokat voltunk Szűd-Afrikában, az volt az ő kedvenc helye, aztán Új-Zélandban, tehát ez nem, lehet, hogy Zérik most nem értene egyet, de én szerintem ez vérmérsékletnek a kérdése is, hogy azok a muzsikusok hogyan állnak hozzá, szerintem. Voltak-e kis rituálék, vagy bármi, ami megelőzte a közvetlen színpadra lépést Erik Berger esetében? Hogy akkor mielőtt színpadra lépett, valamit csinált, vagy mondott, vagy semmi. Bármi. Nem volt semmi. Én akkor még én sem mentem be az öltözőbe. Egyáltalán nem. Abban a pillanatban, amikor elkezdett öltözni, akkor az már az ő ideje. És felvette a lakcikövét, és utána a frakot. És akkor én már láttam, hogy ő már nincs ott. Akkor én szépen becsuktam az ajtót, és elmentem. Ez volt a rituálé. Én meghagytam neki azt, hogy ő teljes egészében, ahogy belép az öltözőbe, ő már akkor a zenébe volt.
biztos. Megívott egy vizet, vagy bármit, és nem volt semmiféle különös rituálé. Nem. Levente, hogyan látod a jövődet ebben a szakmában, hiszen azt a világot éljük, amikor nem feltétlenül csak a tehetség a meghatározó, sőt, nem elegendő. Kellenek a körülmények, jó helyen, jó időben, az összeköttetések, a szálak, a jó promoválás, stb. Hiszen nagyon sok tehetséges ember van a világon, hála Istennek, de hogy sajnos nem mindenkinek sikerül egyformán karriert csinálni ebből. Hogyan lehet ebből jó és szép karriert csinálni, és világhírűvé válni? Ez jó kérdés, hogyha ezt szerintem, hogyha ha megkérdeznék 10 embertől, akkor 15 féle megoldás lenne erre. Biztos. Amúgy foglalkoztat ez a gondolat? Természetesen akkor... mindenkit foglalkoztat ez a gondolat, de valahol jó meg szerencsés dolog a karrier, de annál egy nemesebb célt kell kitűzni szerintem. Nekem például, ahogy Ibolya említette, hogy az utolsó, harmadik emeleten az utolsó sorban lévő közönség tagjának vezényelni és zenélni. Nekem is valami hasonló abból a szempontból, hogy a műveltség és értelmi szint felemelése. Tehát nekünk művészeknek szerintem szent kötelességünk, hogy lenyúljunk az emberekhez és felemeljük őket. Enélkül szerintem nem is érdemes karriert csinálni, és nem is érdemes sikert csinálni, az ideig óráig tart, ezzel viszont lehet valamit építeni. A karrierrel kapcsolatban egy nagyon érdekes hasonlatot hadd mondjak, hogy ez úgy működik, hogy minél nehezebben mérhető egy bizonyos szakmában belül a teljesítmény, annál inkább más faktorok határozzák meg a sikert. Egy futóverseny esetében viszonylag egyértelmű, hogy például a százon kifutja a leggyorsabbat, de ott sem, mert mondjuk ott is lett hátszél, és tudtam, a legnagyobb világcsúcsoknak egy jelentős része ott konkrétan hátszél volt. Ez megint egy másik kérdés, de mondjuk hasonlítsunk össze 10 darab zongoristát, ott már nehezebb megmondani, hogy ki a jobb. Egy karmester esetében, ahol említettem, hogy rengetegféle készségről van szó, még nehezebb megállapítani talán, hogy ki a jobb és ki a kevésbé jó karmester. Ott sok más faktor határozza meg a sikert. Sok olyan dolog, ami nem az egyénen múlik már. Ami viszont jó dolog, és ezért érezzük mi marosvásárhelyiek szerencséseknek magunkat, hogy igen, van egy nemzetközi karmesterverseny itt városunkban, amely évről évre elhozza majd a karmesterek javát, és majd Ibolya tesz azért, hogy igen, a legjava jöjjön ide hozzánk, és megmérettessen. Nyilván gálakoncert zárja az eseményt, ahol még jobban megcsillogtathatják a tehetségüket ezek a karmesterek. Ibolya, a második kiadás az már akkor veszi kezdetét, amikor vége az elsőnek. Azt mondják az ilyen eseményszervezők, hogy akkor lejár az első, és már gondolkodnak a következőn. Én már ma összeírtam ugye, a kritériumokat. Tehát kritériumok kellenek, ez a titka. Így van. Számíthatunk arra, hogy akkor jövőre... Hát én nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki, és azért drága is éri. Hát én nagyon boldogan segítek azoknak. El kell a segítség valószínű. Segítek azoknak, akik a szervezést, ez egy cég, aki ezzel foglalkozik, azt ők fogják megcsinálni, én ilyenben egyáltalán nem veszek részt, de azt, hogy én mit szeretnék, az én férjemnek hogy ő is ezzel egyetértsen, és hogy őt is boldoggá tegyük ott, ahol van ezzel, azt viszont én tudom egyedül. És azt már most is tudom, hogy mik azok az elvárások, és majd jövőre, ha lesz, akkor a Leventével megbeszélem, hogy egy Kunstderfugét mindenféleképpen a Szent János, vagy Szent... a templom, a katolikus templom, hogy hívják? Keresztelő, mert tudtam, hogy előtte van keresztelő, mert ott voltam éppen vasárnap, hát valami gyönyörű volt. Valami gyönyörű, tele hívővel, Budapesten üresek, meg Németországban pláne a templomok, hogy csináljunk előtte egy Kunstderfugét, és tiszteljük meg az ő szellemét, és hívjuk oda. És akkor aztán a többit majd, az nem nyilvános, majd azt én megbeszélem azokkal, akik ehhez Hamor Zsolt, stb. György Levente, tehát
Én nagyon szeretném, én nagyon hálás vagyok, nagyon köszönöm. Egy dologról nem beszéltünk, a Kunstdér Fugévről, amivel egész életén keresztül dolgozott, a börtönből, az életét azzal mentette be ténylegesen, mert fejből az utolsó fugát, ugye ő hangszerelte, illetve ugye Bach nem tudta, hogy nem hagyott rá írásos jegyzetet, hogy most azt hangszerre készítette, vagy kamarazenekarra, és akkor ő kamarazenekarra hangszerelte. Még otthon halt ő meg, és még az életének az utolsó hónapjaiban is még egyszer átdolgozta, úgyhogy most van egy teljesen új partitúra még, amiből kivett egy pár hangszert, és akkor más tett bele, stb. És akkor még azt ki is nyomtattuk, mert a bátyja, a Hans Bergel egy nagyon híres író volt, és akkor azt elvitte, és ezt itt hagyta, és ez nekünk még feladatunk, hogy ha az ő nevét akarjuk igazán őrizni. Hát reméljük, hogy a Marosvásárhelyi Nemzetközi Karmester Verseny méltón viseli majd Erik Bergel nevét a következő években is, és hagyományt teremtünk ezzel a kezdeményezéssel. Nagyon köszönöm a jelenlétet, és köszönöm ezt a sok szép történetet, sok sikert kívánok köszönöm neked, szépen. Levente. És akkor hadd találkozunk majd a második kiadás kapcsán is ugyanitt. Köszönöm nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük, szépen. És nagyon köszönöm a városnak még egyszer, és Leventének. Mi is köszönjük. Nézőinknek köszönjük a figyelmet, és ne felejtjék, minden kedden és pénteken este magyar nyelvű adás itt a City TV-ben. Viszontlátásra!